Az első, azt szeretném megmutatni, hogy van itt egy mágnes. Ez egy nagyon erős mágnes, ezért aztán mindig ilyen kordába kell tartani. Ez a mágnes arra való, hogy különböző kísérleteket megcsináljunk. A másik, ami a főszereplő, az pedig egy résztömb. Ugye a mágnes és a rész között az átlagember úgy tudja, hogy különösebb kölcsönhatás nincs. Ha utána olvas az ember, akkor azt kell mondani, hogy tény és való, ugye a ferromágneses anyagok körében nem tartozik a rész, hanem inkább diamágneses anyag. Ez azt jelenti, hogy inkább taszítja a mágneses tér, mint vonza. És azt kell tudni, hogy ez a kölcsönhatás olyan gyenge, hogy a ferromágnesek és a paramágnesek között 100 000-es a faktor. Tehát, hogyha mondjuk az adott erőnek az 1/100 000-re lesz, ami vashoz képest mondjuk egy paramágneses anyagnál. Amit itt viszont érdemes megmutatni, hogyha én itt ezt lejtem ezt a mágnest, akkor látják, hogy hogy esik. Így né. Ha itt ejtem le, akkor pedig ez történik. Megmutatom még egyszer, tehát innen lejtjük, így esik le, innen meg így. Na most természetesen nem a mágnes és a rész között van a kölcsönhatás, hanem a kölcsönhatás úgy alakul ki, hogy a mágnes, ahogy közeledik, az erővonalai a részben megmozdítják az elektronokat, és a mozgó elektron áramnak számít, és az elektromos áram Foucault-féle örvényáramnak a fékező hatását látjuk. Tehát ez a kísérlet, amikor ezt így elengedem, és lassan esik le, ezt szokták csinálni úgy is, hogy egy vascsőbe vagy egy részcsőbe beletesznek mágnest, de ez egy kicsit jobban látható, és úgy gondoltam, hogy ezt érdemes megmutatni. Azt is meg lehet mutatni, hogyha az ember elbillenti, akkor nem koppan. Meg lehet mutatni, hogyha itt billentem el, akkor valamivel tovább mozog. Az indukcióval kapcsolatosan, ugye az indukció az nem egy egyszerű feladat, ezt megtanulni jól. Az indukciónál ugye általában a képlet az úgy néz ki, hogy az indukált feszültség az a mínusz delta phi per delta t hányados. Így 8:30-kor azért még látom, egy páran érzik. Tehát a delta phi per delta t, ugye a mínusz előjel, az pontos, fölírom ide, mert hát, hogyha jobban látjuk ezt a kísérletet. Tehát akkor az U indukált feszültség az arányos a mínusz delta phi per delta t hányadossal. Így. Nagyjából erről beszélünk, és ez a delta phi-nek ennek a hányadosnak ez a negatív előjeléről beszélünk. Ez azt jelenti, hogy amikor a mágneses tér változik, akkor a mágneses tér változása egy olyan irányú áramot fog indukálni, amely őt létrehozó hatást gyöngíteni igyekszik. Képzeljék el, mi lenne, hogyha nem lenne ez a negatív előjel. Nézzük meg, mi lenne akkor. Hát akkor az történne, hogy az elektromos, a mágneses tér változása egy olyan áramot indukálna, ami még további ugyanolyan irányú mágneses tér változást hozna, és az azt jelenteni, hogy egyre nagyobb és nagyobb lenne az áram, az indukált áram, és olyan nagy is lehet, hogy előbb-utóbb elcsöppenne az anyag. Ha úgy is mondhatnánk, ha az az előjel ott nem lenne, akkor nem lenne igaz az energia megmaradás törvénye. Ez egy nagyon fontos dolog, és hogy ezt tényleg jól megmutassam, ugye azt láttuk, hogy ebben az esetben egy taszító kölcsönhatás van, hiszen ennél sokkal lassabban esik, és ez a lassabban esés, ez azt jelenti, hogy ott valaki fékezi. Most nézzük meg, mi van akkor, ha fölcseréljük a szerepeket. Ide teszem a mágnest, ide teszem a résztömböt. Ja nem, nézzétek már meg, legyetek drágák, hogy be van-e kenve csirizzel. Na, meg kell tapogatni, nem fog fájni. Úgy, nincs bekenve csirizzel. Egész biztos, te is jól látod? Na, akkor azt fogjuk megnézni, hogy ide leteszem a mágnest, ráteszem a résztömböt, és amikor én hirtelen fölemelem, akkor föl kell emelkedjék a mágnes. Ott a képlet mutatja. Tessék megfigyelni, fölrántom, és megemelkedik. Még egyszer meg lehet azt is tenni, hogy ide teszem, így, és akkor jobban fogják látni, így. Így. Tulajdonképpen ez az elektromágneses indukciónak az a része, amit az emberek legkevésbé szoktak jól megérteni. Ugye itt vonzó kölcsönhatás van. Ez azt jelenti, ez az egész, hogy nem szereti a változást. Hát a változás ellen hat, akár növekedés, akár csökkenés, mind a két esetben nem szereti. Amikor növekedés van, akkor fékezi, amikor csökkenés van, akkor azt fékezi. És ezért van aztán az, hogy amikor ide teszem a tenyeremre, és elkezdem így fölemelni, akkor jön vele a mágnes. Ilyen egyszerű. Tehát
Sokszor elmondtam, hogy a képlet az olyan, mint a lányokon a miniszoknya. A lényeget eltakarja, de gondolatokat ébreszt. Úgyhogy... Egyébként nézzék meg, hogy ez a képlet, ennyi, amit megmutattam kisetet, ez pont benne van. Csak ugye ez akkor jön elő, hogy az ember végig gondolja, hogy mit is jelent az ottni. És azt meg végképp nem szeretem, amikor az átlag ember azt mondja, hogy én szeretem a fizikát, de hagyjanak a matekkal. Nem megy. Tényleg nem megy. Matek nélkül semmi sem megy.